Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírműsorunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Kutatók éjszakája. Fizikasón és családfakutatáson is részt vehettek az esemény látogatói. Díjátadás. Slachta Margit díjat kapott Demeter Katalin óvodapedagógus. Idősek világnapja. Zeneiskolások köszöntötték Muzsika szóval az időseket. Fizikasón és családfogutatáson is részt vehettek a látogatók, de Neumann János egykori matematikus életébe is bepillantást nyerhettek azok, akik szeptember 29-én a kutatók éjszakája alkalmából a faluházban jártak. Több szervezet és intézmény közreműködésével várták a különböző korosztályokat a rendezvényre. Látványos bemutatókat tartott a Játékos Tudomány Egyesület három időpontban is ezen a napon a faluház nagytermében. Jártak már korábban Budakalászon is, nagy sikert aratva az itteni közönségnél. A gyerekek így biztosan könnyebben megértik azt, amit az órán tanulnak ezekről a jelenségekről, amire már könnyen emlékeznek és könnyen összekapcsolják az élményt az elméleti anyaggal. Egész évben járják az országot mobil kiállításaikkal és bemutatóikkal a Játékos Tudomány Egyesület előadói, hogy a fizika tudományát élvezetes formában ismertessék meg a gyerekekkel, családokkal, a szakkörök látogatóival, a nyári táborozókkal. Van kiállításunk a fizikáról, van az emberi testről, van a környezetvédelemről, és van még kültéri egységünk is, ami városi rendezvényeken vagy falunapokon bemutatható. Hogyan alakultak meg, mikor, és mi volt az indítatás a vállalkozásnak? Hát 18 évvel ezelőtt kezdtük ezt az egész dolgot. A feleségem nehezen nevelhető gyerekeket tanított, és ugye eléggé nehézkes volt a tananyag átadása. Én pedig ugye ezeket a kísérleteket gyerekkorom óta gyűjtöttem, és foglalkoztam velük. Általában otthon mutattam be a fiam barátainak mondjuk egy születésnap alkalmával, és akkor itt kitalálta, hogy mi lenne, hogyha ezzel próbálnak meg megfogni a gyerekeket, és ugye a tananyag felirált irányítani a figyelmüket. Viszont a légnyomás különbség nagyon érdekes dolgokra képes, például felhőt lehet készíteni légnyomás különbséggel. Na nézzük, hogyan lehet otthon az asztalnál felhőt készíteni, hogyan készül a házi felhő. A pillepalacba tegyünk valamit, ami párologni fog. Ez a folyadék itt van benne, szépen szétoszlatom a belső felszínén, elkezdjük fújni, növeljük a nyomás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, még egyet, 9, nagyon jó, és most lecsökkentem a nyomást, és nézzük meg, mi történik. 1, 2 és 3. Gyönyörű szép felhő keletkezett a palacba. Szándékosan olyan eszközöket használunk egy-egy előadásban, amit otthon maguk is megtalálhatnak a gyerekek pincében, padláson, konyhában, és olyan úgy mutatjuk be a kísérleteket, hogy maguk is megcsinálhassák, kipróbálhassák, és persze az előadás alatt is kihívunk néhány gyerkőcöt, hogy próbálják ki az itt látható eszközöket, és pontosan ezért, mert a fizika itt van körülöttünk, fizika nélkül nem tudunk létezni, ahhoz, hogy itt álljunk, ahhoz is, hogy a fizika szükséges, de ezt nem tudatosítja magában senki és ezekkel a kísérletekkel szemléltetni tudjuk, ugye, hogy a minket körülvevő világ milyen érdekes és milyen különleges. Érdemes elgondolkozni akár egy pohár vízen is, hogy miért párolog el például, miért van a halmaz állapot változás. Érdekes előadásokkal is készültek a faluházban a szervezők a kutatók éjszakája alkalmából. Az Európa szerte megrendezett ingyenes szeptember 29-i eseménysorozat célja ugyanis a tudomány mellett a kutatói életpálya népszerűsítése is. Két előadás lesz, 5 órakor és 7 órakor a díszteremben. Az első előadás egy ilyen nagyon helyi vonatkozású, Bátonyi Pál előadótól hallhatjuk a Teleki Vattai család történetét. Többek között itt ebben a térségben is voltak birtokaik. Az a kastély is az ő tulajdonokat képezte, ami a nevüket viseli, itt Pomázon, ugye ott működik a zeneiskola is. A másik előadás pedig Varga János mérnök tanár előadása lesz, aminek az az aktualitása, hogy 120 éve született Neumann János. Jövőre is számítani lehet a szórakoztató, inspiráló előadásokra a Kutatók Éjszakája rendezvény keretein belül. A kezdeményezés legfőbb célkitűzése, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúira emlékszik holnap, pénteken Budakalászváros önkormányzata és a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár.
A szervezők tisztelettel meghívják a lakosságot a megemlékezésre október 6-án délelőtt 10 órai kezdettel a Damjanics és az Iskola utca kereszteződésében álló emléktáblához. Tájékoztatnak a budakalász.hu-n. Az aradi vértanúk előtt tisztelgő ünnepségen közreműködnek a Szent István telepi általános iskola 5. osztályos tanulói. Csaknem 5 évtizedes a kisgyermekek nevelésében végzett magas szintű munkájáért Slachta Margit díjjal jutalmazták Demeter Katalint. Az elismerést a díj alapítójától, dr. Varga Damn Andreától vette át a pedagógus szeptemberben a Kós Károly Műöldési Ház és Könyvtár koncerttermében. A sváb közösségnek, a Lustige Schwaben kórusnak, valamint az Alpenrose tánccsoportnak is aktív tagja a budakalászi nevelő. Demeter Katalin segítségére és együttműködésére rendszeresen számíthatnak a város rendezvényein is. Úgy végigvettem a tanulmányaimat egészen az általános iskolától, végig egészen a nyugdíjig, hogy mi mindenbe vettem részt, és hát elég sok minden összegyűlt. Egy elégedett szép pálya van mögötted, amit újra kezdenél? Én azt mondom, hogy igen, és nem bántam meg, hogy óvodapedagógus lettem, annak ellenére, hogy azért sok munkával jár, és mindig tanulhatunk belőle. Tehát mindig lehet fejlődni. Csaknem 50 éve szívvel, lélekkel, naprakész felkészültséggel neveli az óvodásokat Demeter Katalin. Régebben annyiból volt könnyebb, hogy egy kicsit a családok jobban összefogták a gyerekeket, nem engedték ennyire, tehát nem volt ennyire szabad nevelés, mint most, de megvan mindenkornak a szépsége. Tehát alkalmazkodni kell. Ennyi az egész, én úgy gondolom. Szerintem édesapámtól örököltem ezt az örök mozgóságot, mert ő is nagyon sok társadalmi szernek, meg sport egyesületnek volt a tagja, vezetője. Az óvodapedagógus bízik abban, hogy a pályakezdők, valamint a jövő generációja is lelkiismeretesen ellátja a pedagógusi hivatással járó teendőket. Elsősorban az, hogy a gyereknevelés egy nagyon szép dolog. Tehát attól kezdve, hogy bekerül 3 évesen a kisgyerek az óvodába, és még nagyon sok segítségre szorul, meg sok mindent kell tanítani neki, egészen addig, amíg 6 éves nem lesz, és iskolába kerül. Tehát ez a folyamat, hogy mennyire ügyesek és okosak lesznek. Természetes, ehhez nagy türelem, empátia és szeretet szükséges. A közösségi élet és a szocializálódás elengedhetetlen része az egész életen át tartó fejlődési folyamatnak. Olyanok, mint egy nagy család. Van vita is, de van nagyon jó együttműködés és szeretet is benne. Nekem a tánc és az ének kikapcsolódás, tehát a mindennapok gondja, baja ezáltal elfelejtődik. Tehát én kívül hagyom, és csak a táncra vagy az énekre figyelek. Dr. Varga Damn Andrea már most fürkészi, hogy 2024-ben ki lesz az a pedagógus, aki méltán elnyeri majd az általa alapított Slachta Margit díjat. Az egynyári virágokat két nyári árvácska váltja a Kalászi Kocsi szobornál, amely az első fagyokig és koratavasszal is virágzik, írja a budakalász.hu. Azért nem évelő növények kerülnek az ágyásokba, mert azok telepítése és gondozása költségesebb, mint a mostani gyakorlat, hiszen az út téli sózásának következtében az évelők elpusztulnak. Például a Csapás utcai kútgyűrűkbe ültetett örökzöldekből már egyet sem találunk a helyén, de a József Attila utcai betonvirágládákba is évelők kerültek, amelyek már szintén eltűntek onnan. A közterületek gazdaságos fenntartása tehát nehezen képzelhető el csupán évelő növényekkel, főleg a jelenlegi sózási gyakorlattal. Az árvácskát viszont nem véletlenül láthatjuk szerte az országban, ugyanis a két nyári növények közül hasonlóan virágzó és ennyire kedvező áru növényt nem találni. Az árvácskák ültetése október végéig fejeződik be, a tervek szerint jövőre újra egynyári virágok váltják majd azokat. A városvezetés élő szóval, a zeneiskolás gyerekek pedig koncerttel köszöntötték az érintetteket az Idősek Világnapja alkalmából hétfőn. A Kalász Alapfogú Művészeti Iskola tanítványai különböző furójákból előcsalt dallamokkal szórakoztatták az Idősek Klubja tagjait.
elismert Megy a kocsi, fut a kocsi muzsikával kezdték az előadást a gyerekek. Rejkort Ildikó zenetanár egy történetköré szőtte az idősek köszöntését, mely szerint az életút bejárásához felülhetünk egy kordéra, kocsira, vagy akár egy táltosra is. Az október 1-i idősek világnapja egyben a zene világnapja is, így kézenfekvő volt zenével szórakoztatni a második fiatalságukat élőket. Gyakorlatilag a híd az az, ami a lelket összeköti, és az emberek személyiségét és mindenféle élménnyel gazdagít, ezért arra gondoltam, hogy azok, akik kezdik a zenetanulást, ami tölti a személyiséget, jusson el az idősekig is. Így akkor együtt tudjuk ünnepelni ezt a két ünnepet egy napon. Kezdők közül vannak itt, akik ugye megmutatják azt, hogyha a zenetanulást elkezdik a gyerekek, milyen szinten tudnak dalokat játszani, hangszeren egymást kísérni. A nagyobbak pedig már egy formációba, egy kamaraformációba össze tudnak állni, és azt is láthatják már a kicsik így elöljáróba, így maguk előtt, hogy hova tudnak eljutni, de ebbe a kicsik is egyébként közre fognak működni, mert mindig improvizálunk valamit, most is reggel a próba közben eszünkbe jutott valami, amit most mi beépítünk a fellépésünk. A kor nem csak a hallgatóság és a fellépők sajátja, hanem bizony a megszólaltatott hangszeré is. Ki nem találnák, hogy hány éves múltra tekint vissza a furúja? 45 ezer éves hangszer. Előbb tudtak ugye az emberek beszélni. Tehát a zene az kétszeresen beszéd előtti. Egyrészt ugye a csecsemő előbb tud zenélni, mint beszélni, másrészt az emberiség előbb tudott zenélni, mint beszélni. Ez egy kommunikációs eszköz volt, és a furúja is, még annak idején ugye a Geyer Közterlei barlangba találtak egy ilyet, majd a svájci múzeológusok rekonstruálták, és nagyon szép dallamokat lehet játszani ezen a hattyú lábszárcsontból kifaragott hangszeren, és ennek a továbbfejlesztett változata a blokkflőte, vagy ha olaszul mondjuk, akkor flauta dolce, édeshangú fuvola, és a gyerekek sokféle furuján fognak most játszani, szopránon, altfurúján, tenorfurúján és basszusfurúján is, az a nagy, amiről én gyerekkoromban azt hittem, hogy egy kémény. Végül a várható időjárásról. Pénteken kezdetben sok lesz a fátyol felhő, de napközben már zavartalanabb napsütésre készülhetünk. Gyenge, mérsékelt lesz az északi északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 6-12, délután 19-24 fok között alakul. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Fizikason és családfakutatáson is részt vehettek a kutatók éjszakája látogatói szeptember 29-én a Faluházban. Slachta Margit díjjal jutalmazták Demeter Katalin óvodapedagógus több évtizedes a kisgyermekek nevelésében végzett magas szintű munkájáért. A városvezetés élő szóval, a zeneiskolás gyerekek pedig koncerttel köszöntötték az érintetteket az Idősek Világnapja alkalmából hétfőn. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász Ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Fogadóra című magazinműsorunk, amelyben vendégünk lesz Csámpai Attila tűzoltó őrnagy, a megyei katasztrófavédelem szóvivője. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a www.szentendre.media.hu/tvbudakalászon. Megtalálhatóak vagyunk közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy első között értesülhessenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Munkatársaim nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!